Múlt héten volt egy tüntetés a 3-as metróban. Ez egy lehetetlen állapot, ami van, és ezt nem fogjuk hagyni. Zömében mozgássérült és kisgyermekes emberek tüntettek, amiatt, hogy 8 állomásra nem épül, mert nem jut pénz liftekre. Arra is hivatkoznak az, hát az érthető erkölcsi aggályokon túl, hogy Magyarországon törvény vonatkozik arra, hogy akadálymentesíteni kell a felújított épületeket, illetve az új épületeket. Hogyha a kormány erre a projektre ebben a formában pénzt ad, akkor hogy tud azon felül emelkedni, hogy itt akkor egy törvénysértés történik, hiszen ez a 3-as metró ebben a jelenlegi formájában nem felel meg a törvényi feltételeknek. Semmiféleképpen nem emelkedünk ezen fölül, olyannyira nem, hogy itt, amikor legutóbb nem ön, hanem mások kérdezték ezt a témát tőlem, akkor utána mentem ennek, és talán akkor is jeleztem, hogy Tarlós főpolgármester úrral kell beszélnünk arról, hogy miben tudunk segíteni a fővárosnak, hiszen ez egy fővárosi projekt és fővárosi beruházás. Lesz egy találkozom még a közeljövőben a főpolgármester úrral, és mindenféleképpen meg fogom kérdezni, hogy a kormány tud-e ebben segíteni bármiben is. Hát ugye Tarlós István azt mondja, hogy egyszerűen nincsen több pénz, a pénz pedig igen, a kormánytól jön. A fővárosnak a mondása, hogy költségvetési keret nem futja ezeknek az állomásoknak a akadálymentesítését. De hát azt a költségvetési keretet a kormány szabta meg, nem? Nem, az Európai Unió. Akkor ezek szerint, hogyha lesz még ebben egy találkozó, akkor az elképzelhető, hogy végül is épül mindegyik állomásra lift? Azt mondta a miniszterelnök úr, hogy meg kell kérdezzük a főpolgármestert, hogy miben tudunk segíteni. Mikor lesz ez a találkozó? Közeljövőben. Mint a metró!